Nagynyárát képviselőtestülete, illetve a jó magam nevében is. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen külön öröm számomra, hogy 17. alkalommal tudjuk megrendezni Nagynyárádon a Kékfestő Fesztivált. Nagyon sok település a környékünkön, azt is mondhatnám akár a példánkat követve, de élve a lehetőséggel, lassan már minden alkalomból, minden egyes megnevezett esemény köré építenek egy fesztivált. Én azt gondolom, hogy a mi nagynyárádi Kékfestő Fesztiválunk mégiscsak egy olyan nívós rendezvény itt a környéken, ami megállja a helyét, hiszen bizonyítva azt, hogy 17. alkalommal, pontosabban 18. alkalommal, hiszen 17 Kékfestő Fesztivált és egy kékfestők találkozóját ünnepelhettünk az elmúlt években. Nagyon örülök annak is, hogy az országban működő kékfestőmesterek elfogadták a meghívásunkat és eljöttek, hogy együtt ünnepelhessünk ezen a jeles eseményen. És engedjék meg, hogy külön nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Sárdi János bácsit, hiszen... Hiszen ez a fesztivál mégiscsak az ő munkásságára... az ő általa létrehozott kékfestő műhelynek a szakmai, illetve a kulturális értékeire épülve nőtte ki magát. János bácsi ugye elmúlott 96 éves júniusban. Én azt gondolom, hogy korát meghazudtoló módon ő mindig itt van, és eddig is, és most is kivette a részét a fesztiválból, a szervezésből. Nagyon nagy segítség neki a családja, és ezt külön szeretném megköszönni neki, hogy támogatják ezt a rendezvényt, hogy partnerek abban, hogy ez a Kékfestő Fesztivál évről évre megvalósulhasson. A mai kis partit azért szerveztük ide, hiszen minden évben próbálunk egy kicsit mást, egy kicsit megújítani, az alapkoncepciót egy kicsit kibővíteni, egy kicsit színesíteni, hogy azért természetesen továbbra is vonzó legyen a környéken élő emberek számára a fesztivál, hogy minél többen ide látogassanak, hogy velünk ünnepeljenek. Egy kis fogadással készültünk, és kérem, utána éljenek a lehetőséggel, egy kis hűtött üdítő, pezsgő, egy kis bor van a kínálatunkban. Kérem, élvezzék a zenét, a Bohemian Brass Quintet zenekar szolgáltatja nekünk itt a parti zenét. Úgy is mondhatnám, hogy a bohém vidám fiúk. Köszönjük nekik, hogy eljöttek,
és kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást. Kérem, hogy az elkövetkezendő két napban érezzék nagyon jól magukat. Látogassanak el a kékfestő alkotásokból készült kiállításra, és kérem, tekintsék meg a hat történeti kiállításunkat is, amit Marton Gyuri bácsi a Művelődési Házban nagyon szívesen megmutat mindenkinek. Én most szeretném átadni először a szót Sárdi János bácsinak, hogy ő is köszöntse Önöket, majd külön öröm számomra, hogy testvértelepülésünk polgármestere, Királyrév polgármestere, dr. Racskó Pál is ellátogatott a rendezvényünkre, őt is külön szeretném köszönteni. És majd megkérem, hogy ő is mondjon pár szót. Köszönöm szépen, akkor hallgassuk János bácsit. Egy pár szót János bácsi, ha mondana a vendégeket. Igen, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ugyanyáradiakat, mind a vendégeinket, és hát sajnos ma ilyen rossz sorsba keveredtem, hogy a lábaim el akarnak hagyni, és hát csontlágyulással, egy ilyen verklivel kell nekem itten közlekedni. Hát nem erre szoktam, de hát mit nem szokik meg az ember? Hát kékfestő vagyok, hát azt talán nem is kell mondani. Kékfestőnek lenni a jó Isten áldása. Ez a szakma, ez annyi sok szépet és jót rejt magába, hogy ezt érdemes csinálni. Vegyszerekkel, savakkal, lugokkal dolgozunk. És én mindig azt mondom, aki ezekkel dolgozik, az hosszú életű lesz. Hát 96 vagyok. Nem kevés. Na most odáig számolni is sok, de hát ennyi vagyok. A jó Istentől kértem 90 éves koromban 10 évet, hogy adja nekem, és akkor az talán elég lesz. Hát most már csak 4 van. Nagyon szorul a hurok, de úgy gondoltam, hogy segítsek magamon. Ha ezt elérem, akkor elmegyek Mária Győdre, és kérek még egyszer 10 évet. Hiszen van neki úgy, hogy adhat bőven. Na hát persze, ezek mind tréfák, de vannak azért emberek, akik ezt meg is élik. Hát nem tudom, hogy én meddig fogok élni, de a szakma szeretete az éltet engem. Hogy mit kellett végigjárni ez a 64 év alatt, néznek a tükörbe, és úgy gondolják, hogy van még egy kis minknek helye az arcomon. Hát ő neki azt ajánlom, hogy vegyen egy kékfestő ruhát, nem kell semmi smink, és hát elmehet ivar bemutatóra. Na hát ezek a dolgok azok, amik engemet éltetnek. Viccelődni a szakmában, és hát csinálni a munkánkat úgy, ahogy kell. Ahogy én ma itt állok, ez én nekem egy furcsa kép. Nem ismertem a tükörben nézni, mert én elég még kötényvaló, még indigós körmök kellenek nekem, ezeket voltam szokni. Kékfestőnek tanultam, Bolyba volt egy szigorú mester. Onnan elmentem Újpestre, kitanultam a kelme festés, gyapjúfenés festést, és a kelme festés, gyapjúfenés és a vegytisztítás. Na, így akarom mondani. Na, hol az egyik volt jó, hol a másik volt jó, de hát az ábra azt mutatja, hogy mindegyik jó volt, mert itt vagyok. Hát, hogy mennyit tudok még csinálni, azt nem tudom. Hát még egyszer egy nagy köszönet, és hát én nem akarom bővebben ezeket a szakmai dolgokat itt aprólékosan előadni, de mindenki tudja jó, hogy minden szakmának vannak szakma szeretetei, ezeket kell megbecsülni, és akkor szebbnél szebb dolgokat lehet előállítani, és hát akkor talán nem hiába állok én itten összerajva, mint egy szorstok,
és hát köszönteni önöket. Én kívánom önöknek, hogy jó egészséget, humorosan élni, jót élni, amit a test kíván, azt meg kell adni neki, és akkor hosszú életnél előle. Köszönöm, hogy eljöttek. És még egy kis toldalékot, hogy a polgármester úrnak. Nagyon sokat köszönhetem a község lakosainak, hogy így összefogtak, és ezt minden évben összehozzák, hiszen ez már a 17. És hát így öröm nézni, amikor az ember idejön és mosolygós arcokkal találkozik, nem szígyák az ember. És akkor tudja, hogy miért él. Úgyhogy ezt még hozzá akartam mondani, tehát köszönöm. Köszönöm a segítséget. Mi köszönünk mindent, János bácsi. Köszönöm, és csak megkérném a Palit, hogy akkor mondja elő is a köszönjük. Hát úgy néz ki, hogy gyógyulásom vagyok, mert most a székről már föl tudok pattanni, és lábra tudok állni. Ez már egy jó jel. Tehát itt már csak hetek kérdése is van, futballozni is fogok. Tisztelt polgármester úr, pontosabban polgármester urak, önkormányzati képviselők, Lébános úr, kedves nagynyáradiak, vendégek, milyen tisztelt Dani bácsi, engedjék meg, hogy köszöntsem önöket a magam nevében, illetve Király Rékőség lakosai nevében. 18 esztendő egy kislány életében is már meghatározó kor, és egy fesztivál életében valójában az, hiszen 18 évig művelni csak ezt a fesztivált komoly dolog. Előtte készíteni a termékeket, a kékfestő munkát, több éven keresztül, évtizeden keresztül pedig egy csodálatos dolog. Nagyon fontos, hogy minden ember, minden nép, minden nemzetiség megőrizze a saját identitását, a saját kultúráját, a népviseletét, a népzenéjét, és mindent, ami hozzá tartozik az ő életéhez. Ilyen a kékfestő munka is, a kékfestő készítése, hiszen ezt nem minden nemzetiség készíti, ez főleg örök. És erre büszkének kell lenni. Nem szabad elfelejteni azt, ami volt a múltban. Természetesen emlékezni kell, vagy nem elfeledni a sok-sok rossz dolgot, gondolok itt a kitelepítésre, az áttelepítésekre, de viszont ápolni kell, és továbbvinni a hagyományokat, a szép dolgokat. Ezt önök, nagynyáradiak, méltóság teljesen végzik, hiszen, ahogy Tibor kollégám is említette, immár 18. esztendeje szerveződik meg a Kékfestő Fesztivál. Ezek az évek alatt nagyon sok emberrel találkozott itt az ember, nagyon sok ismerős arc van, de viszont nagyon sokan hiányoznak is közülünk. Őrájuk gondoljunk tisztelettel, és akik itt vagyunk, örülünk minden napnak, minden pillanatnak, amit együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk, és együtt vihessük előre a tradíciókat, megőrizve az unokáink számára. Én kívánok mindnyájuknak a két nap alatt jó szórakozást, jó kikapcsolódást, és főleg kívánok mindnyájuknak nagyon jó egészséget. Köszönöm, hogy itt lehetek önök között.
Thank you.